Az újvidéki városi képviselőtestület 9. ülésén a legnagyobb vita a jövő évi költségvetés körül alakult ki. Az ellenzék már az ülést megelőzően kifogásolta a jövő évi büdzsét, ami kisebb lesz, mint az idei. Gyuradj Jaksics, a szerb radikális párt képviselője szerint a tervezett költségvetés nem reális. Budžet ovako dostavljen odbornicima apsolutno ne predstavlja realno stanje stvari u gradu Novom Sadu iz prostog razloga što su i prihodna i rashodna strana budžeta precenjeni i neće biti ostvareni u onom obimu i obliku koji je planiran. Siniša Szévics, a városi képviselőtestület elnöke, a jövő évi költségvetés lényegét a befektetésekben és a város fejlődésében látja. On u dobrom delu zadržava svoj investicioni karakter, negde preko 45% sredstava će i dalje biti namenjeno razvoju grada. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a költségvetést, mert a kisebb büdzsé ellenére az újvidéki magyar intézmények támogatását nem csökkentik, mondja Erdély Lenke, a VMS városi képviselője. Ez egy jó hír, mert ebben a gazdasági helyzetben ugye nagyon nehéz biztosítani azt a költségvetést, amelyre egyes intézményeknek szüksége van. A VMS képviselője elmondta azt is, hogy az idei évi pótköltségvetésből jelentős összeghez jutottak a magyar érdekeltségű újvidéki intézmények, így a 2013-as költségvetésük ezzel is nagyobb lesz.